A 2022. szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre december 23-ától lehet jelentkezni az e-felvételi rendszerben. A tanulók legfeljebb 6 képzésre jelentkezhetnek, ebből 3-ra ingyenesen. A felsőoktatási intézmények sorrendjét egyénileg lehet meghatározni. Ez azt jelenti, hogy az első helyen azt az intézményt és szakot kell megjelölni, ahova leginkább beszeretne jutni a diák. Fontos tudni, hogy egy jelentkező csak egy helyre vehető fel, ez pedig az lesz, ahol a vonatkozó pontszám eléri, vagy meghaladja a felvételi ponthatárt. Székesfehérváron a Kodolányi János Egyetem, az Óbudai Egyetem és a budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári kampusza várja a hallgatókat. Alapszakjaink tekintetében a gazdálkodás menedzsment alapszakot hirdetjük meg, ez a Corvinus Egyetem egyik legnépszerűbb szakja. Aztán ezen kívül a pénzügy és számvitel alapszakot, illetve a turizmus vendéglátás alapszakot, amit úgy mondok, hogy igazából egy igény alapján indul, és csak itt a székesfehérvári kampuszon. A mesterszakok tekintetében érdekesség, hogy a sportközgazdász képzés csak Székesfehérváron indul. Az Óbudai Egyetem továbbá meghirdetett egy olyan szakirányú képzést, ami a vállalati szféra középvezetőinek szól. A Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínein hagyományosan az alapszakok a legnépszerűbbek. Kiemelném az előadó művészetet, amit csak Fehérváron hirdetünk. Ez országosan, sőt most már azt kell, hogy mondjam, nemzetközi szinten is jelentős jazz és könnyű zenei képzőhely. Jelen vagyunk a hagyományosan népszerű gazdálkodástudományi szakokkal, emberi erőforrások, például ugye ez a HRS szak, gazdálkodási és menedzsment képzéssel, illetve turizmus vendéglátás képzéssel. A Kodolányi János Egyetem egy javasoltan az érettségi után és az alapképzés megkezdése között elvégezhető felsőoktatási szakképzést is meghirdetett gazdálkodás és menedzsment néven. Ide a felsőoktatási jelentkezési követelmények közt szereplő emelt szintű érettségi megléte nélkül is be lehet kerülni. Aki elvégzi ezt a 2 éves szakot, az automatikusan folytathatja felsőoktatási tanulmányait a kapcsolódó alapszakon. Az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karán idén 5 féle alapképzést hirdetnek meg. A mérnök-informatikus képzést, itt 80 fő állami finanszírozott helyünk van. A gépészmérnök képzést, itt 40 fő hallgatót várunk. Villamosmérnök képzést, szintén 40 fő. Műszaki menedzser képzés, ami szintén 40 főre, földmérő, földrendező mérnöki alapszakunkon pedig 50 fő a keretszám. Ez mindegyik állami finanszírozott hely, lehetőség. A mérnök informatikus szakon felsőoktatási képzés is indul, mesterképzést pedig a mehatronikai mérnök szakon indít az egyetem. A felsorolt felsőoktatási intézmények mindegyike indít bizonyos szakok kapcsán duális képzést. Ez egy olyan szakképzési forma, mely során a tanintézetben folyó elméleti oktatás a vállalatoknál, cégeknél zajló gyakorlati oktatással egészül ki. A felsőoktatási képzésekre február 15-e évfélig lehet jelentkezni elektronikus úton a felvi.hu-n.